Hello, vagyis merhaba, sziasztok! Én Fruzsi vagyok, és köszöntelek titeket a csatornámon. Ahogy ezt a címből is láthatjátok, a mai videó egy nem túlságosan megszokott videó, főleg nem tőlem, mivel nem Törökországgal kapcsolatos, viszont úgy gondoltam, hogy mivel közeledik a Halloween, ezért jó móka lenne elkészíteni egy halloweeni sminket. Nem tudom, hogy ti mennyire szeretitek ezt az ünnepet, ugyanis ugye Magyarországon sem ünneplik úgy, mint Amerikában, itt Törökországban sem nagyon, de szerintem vicces lesz. Szóval, mivel megrendeltem a NYX-nek a Face and Body Paint palettáját, ezért arra gondoltam, hogy szórakozhatnánk vele egy kicsit. Szóval még nem igazán tudom, hogy milyen sminket fogok konkrétan elkészíteni, de ahogy a videó halad előre, úgy fog kialakulni szerintem ez a smink. Úgyhogy tartsatok velem! Nem tudom, hogy mennyire lesz az zavaró, hogy ezt láthatjátok, a fürdőszobában vagyok jelenleg. Szóval ide a tükörhöz állítottam be, hogy én is jobban lássam magamat, és nagyon olyan katasztrofális a videó, mint a smink rutin videóm, hogy félig ide nézek, oda nézek, és nem látom magam. Szóval a tükör elé állítottam be, és itt fogom megpróbálni megcsinálni ezt a sminket. Tartsatok velem, meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. Elsősorban összefogom a hajam, hogy ne zavarjon be, bár nem tudom, mennyire zavar. Szóval, igazából én arra gondoltam, hogy nem valamilyen, hogy mondják ezt, tehát nem ilyen halálfejes sminkre gondoltam, mert az annyira alap, hogy szerintem az nem lenne annyira szórakoztató, és mivel ezen a palettán nekem nagyon tetszik ez a kék szín, ezért ezt mindenképp szeretném használni, viszont nem tudom, hogy mi lehetnék ilyen kékkel, mondjuk hupikék, törpikéken kívül, de valami olyasmire gondoltam, hogy a kék színt és a fehér színt használnám, szóval lehet, hogy valami ilyen tünde, félig halálfej, félig tünde, félig zombi, avatar, hupikék, törpikék keverék leszek. Nem tudom, meglátjuk. Mivel nincsenek ilyen profi sminkeszközeim, ahogy azt ti is tudhatjátok, nem vagyok egy hatalmas sminkes, szóval nyilván nincsenek olyan ecseteim, amiket használhatnék, illetve múltkor már használtam ezt a palettát, ahogy láthatjátok is. Egy halloweeni sminket készítettem el egy jelmez versenyre, egész tűrhető lett egyébként. Szóval én arra gondoltam, hogy az ujjaimmal vinném fel az alapot, ugye, mint egy alapozó, és a kék színnel kezdeném, ahogy ezt említettem. Remélem, hogy nem fog bekopogni semmilyen szomszéd, ugyanis amikor a múltkor is minket készítettem, akkor csöngettek, viszont én úgy gondoltam, hogy így nem fogok ajtót nyitni, ugyanis senkinek nem szeretnék szívrohamot okozni. Szóval remélem, hogy ez most nem fog megtörténni. Viszont kezdjünk neki a sminknek. Lehet, hogy néhány dolgot fel fogok gyorsítani, ugyanis nem tudom, hogy mennyi időbe fog telni ez a smink, de kezdjünk hozzá. És látjátok, hogy milyen jól pigmentált? Nekem annyira tetszik. Szóval kezdődik a hupikék-törpikék átalakulása. Majd utána szépen eloszlatom, viszont először felviszek egy párat. Egyébként nem tudom, hogy úgy lett volna-e jobb, hogyha... Hogy nézek ki? Nem tudom, hogy úgy lett volna-e jobb, hogyha előre összekeverem a kéket a fehérrel, mert ez nekem egy kicsit sötétnek tűnik ahhoz, amit szeretnék. De... annyira nem vészes. Majd kialakul útközben, úgyhogy... szerintem gyorsan felviszem ezt a kéket, aztán... meglátjuk. What the hell?
Szerintem egyenlőre alapnak ez jó lesz, és akkor elkezdem kitalálni, hogy mi a bűbánatos úristen szeretnék kezdeni magammal. Egyébként az a durva, egyébként az a durva, hogy a tükörben sokkal jobban pigmentáltnak tűnik, mint a kamerában. Úgyhogy ezt a rejtélyt még nem fejtettem meg. Úgy kicsit a nyakunkra is, miért ne? Szóval, ideje eldönteni, hogy mit akarok. Most, hogy kék lettem. Fehéret mindenképp szeretném használni. Lehet, hogy egy ilyen... I don't know. Nem tudom, hogy mit fogok kezdeni magammal. Fogalmam sincs. Ahogy mondtam, útközben kialakul, fogalmam sincs, hogy mit csinálok. Valamit. De hogy mit? Jó, ez eddig tök jó. Maradjunk akkor. Tudom, hogy azt mondtam, hogy unalmas, de legyen valami halálfejes kompozíció. Megspékelve ilyen-olyan dolgokkal, szerintem. De hogy ezt hogy fogom kivitelezni, azt nem tudom. Fogalmam sincs. More ebbű baj lesz. Ez nem lett jó. Sőt, ez egyre rosszabb. Mindegy, megmentjük, megoldjuk. Eddig nem rossz. Na most. Arra is gondoltam, hogy raknék ilyen pöttyöket. Látjátok, nagyon milyen fancy eszközeim vannak, én itt villával nyomulok. De hogy mi jön ki belőle? Még én se tudom. Lehetem, hogy átalakítom menet közben. Nem tudom. Szóval, egyenlőre így nézünk ki. És akkor csinálunk szánkat is. Ezt lehet, hogy feketére kellett volna. Nem tudom. Mit csinálok? Fogakat kéne csinálnom, nem? De azt hogy csinálják? Kezd összeállni valami. De hogy mi? Nem tudom, hogy ott csinálnak fogakat. Bocs, hogy nem vagyok benne a képbe, de... Fogalmam sincs, hogy mit csinálok. Szerintem egy amatőrhöz képest egész jól haladunk. Szóval még egyet ide. Egész biztos vagyok benne, hogy ezeket a fogakat nem így csinálják. Tuti. És
most úgy néz ki jelenleg, mint valami karácsonyi fényfüzér. És akkor felülre is ugyanez. Tudom már, hogy mi lesz ennek a videónak a végkimenetele, hogy fogalmam sincs, hogy mit csinálok, úgyhogy ti fogjátok elnevezni, hogy ez mi. Valami új lény, lehet írnom kéne Marvelnek. Egyébként, hogy ez nem is hasonlít fogra. Nagyon ijesztő vagyok. Na most. Nem tudom, mit csinálok. Mint olyan villám. Nem tudom, hogy mit csinálok. Fogalmam nincs. De nem néz ki olyan szarul, szerintem. Lehet, hogy csak szerintem. Viszont ezek a pöttyök, ezek nekem nem tetszenek. Úgyhogy szerintem azt el fogom így sikatolni, vagy valamit fogok vele csinálni, mert nekem ez tényleg nem tetszik. Csinálnék ilyen... Majdnem. Csodálatos. Ja nem. Oké. Szóval arra gondoltam, hogy ezt előbb is elmondtam, hogy ezt itt én így valamit csinálok vele, de hogy mit. Viszont nem tetszett ez úgy nekem. Hű. Áj. Áj. Na ez egyébként lilának néz ki a kék. És egyébként hát most, na most ez tetszik. Áj. Lehet, hogy nem is csinálom meg az egészet, csak így itt. Gyerekek. Vigyázzatok magatokra, mert itt a végén még nagy izé, sminkmester fog belőlem kijönni. Még mindig azt mondják, hogy who am I? Mindig azt mondják, hogy azok a legjobb dolgok, amire nem vagyunk felkészülve. Na hát most erre én egyáltalán nem voltam felkészülve. De mit mondhatnék? Ha van tehetsége az embernek. Na, óvatosan ezzel a fújkálással, mert nem gondoljátok, hogy kellene mondjuk és bevetnem. Mondjuk idő, meg végetek van. Nem tudom, hogy mi történik. De valami történik. Ne lepődjetek meg, hogyha Halloweenkor mindenki ezt a sminket fogja magára rakni. Végem. Nekem egyre jobban tetszik. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Lehet, csak én vagyok ilyen hülye. De nekem kezd összeállni a kép. Hanyag vagyok. Már arra értve,
Hogy az ujjammal csinálok mindent. Nekem ez egyre jobban tetszik, az a helyzet. Az a nagy büdös helyzet, és a kékkel még bele fogok menni egyébként, én úgy gondolom. Mert ez itt a homlokomon, ez nem úgy néz ki, ahogy én ezt elként elképzeltem. Hát, ez sem az, úgyhogy lehet, hogy... Figyeljetek! Szerintem megoldok én mindent. Csak mondjuk, ha nem masszálnám el a fehéret, ott meg itt, de mindjárt kijavítom. Minden járt. No! Mit csinálok? Jó, szóval oda nem szabad hozzá nyúlnom. Nem szabad oda nyúlnom! Mert masszálok minden. A szemöldök, az mondjuk visz mindent, ez abba maradjunk annyiban. Jó, hogy ez egy ecsetem megvan. Ezt is a nővéremtől loptam. Szeretlek. Viszont... Én úgy gondolom, hogy a nyakamhoz is hozzá kell nyúlnom, ugyanis ez így nem a teljes képet. Am I right? Yes. Válaszolok helyettetek is magamnak. S a fülemet is, nem tudom. Az már azért elég extrém lenne, nem gondoljátok? Az anyajegy amúgy, de mindegy, erről felismertek, bárhova is menjek. Ez már hozzátartozik a személyiségemhez szerintem. Na. Így már azért kicsit jobb a kép. Rakunk rá egy kis fehéret is. Egyébként a fehérrel sokkal jobban pigmentáltabbá válik a kép, vagy csak én gondolom úgy, nem tudom. A szememmel mit kezdjek a szememmel? Azt viszket. Nem tudom, hogy a szememmel mit kezdjek. Sőt, hogy feketével csináljam, vagy mit csináljak vele, mert ez így elég bénán néz ki, maradjunk annyiban. Állj! Mit gondoltok? Oké? Hogyha csinálnék ilyen, mintha szempillám lenne fehérből. Lehet, hogy megvakulok a végére, mert hogy szembe se lehet használni ezt a festéket, vagyis hogy szemen, de ez engem most legkevésbé se, úgyhogy elviszünk egy alapot, aztán meglátjuk. Nem is lett ez olyan hópikék-törpikés. Na, figyeljetek! Elkezdtem minden újszketni. De szóval... Tuti nem olyan lesz, amilyennek elképzeltem. Vagy csak ezt a kettőt? Let's see! Miért beszélek ennyit angolul? Túl sok sorozatot nézek. Mostanában. Megint kiütközik az, hogy nem egyforma a szemhéjam.
Nem tudok olyan mit csinálni. Nem kérdezek semmit. Eszembe jut, csinálom. Csak mondjuk nem biztos, hogy ez most jó ötlet. Lehet, hogy ezt feketével kéne. Oké, hol használjam a fehéret? Javítom ezeket. Fekete kell nekem. Mindjárt. Mindjárt kiötlöm. Szóval arra gondoltam, hogy ilyen lenne a szemem körül, ebből sokat értettetek. Mindjárt konstatálom, de hogyha elrontom, akkor az egész elromlik, úgyhogy félek. Ez egyre viccesebb amúgy. Egyre viccesebb. Na és akkor most ezt. Piros az durva lenne, az nem megy ezekhez a színekhez. Úgyhogy feketével kitöltjük. Ez lehet, hogy nem volt jó össze. Végül is. Halloweenra belefér, nem? Sikítanom kell magamon, mert ez hogy kinéz? Lássuk, hogyha teszek hozzá a szempillát, akkor segít-e bármit a helyzetem, de szerintem nem. Viszont kell lenni, aha. Csak ne nyúljak bele a szemembe. Nem tudom, ezt előre kellett volna gondolni. Hogy tudnám lehúzni a szemem? Jó, annyira nem vész. Félek, hogy beleizél. Viszket az orrom. Szóval félek, hogy a szemembe bele rakom ezt a... Hogy tudnám lehúzni? Az elkeni vajon? Nem tudom. Na, lényegtelen. Kis szempilla. Mert a szempilla az mindenen segít, és nekem nincs. Mármint, hogy van, de nincs. Mert szőke, és nem látszik. Valami van a bal szemembe, de most ki nem veszem. Na. Egyébként... Most mondjam azt, hogy kész. Szerintem ennél többet már nagyon... nem tudok hozzáadni, nem? És szerintem nem lett olyan rossz. De mondjátok meg ti. Vagy rakjuk egy kis... Nem akarom elrontani. Vagy rakjuk egy kis feketét mondjuk ide. Sokat nem dolgott rajta. Fehéret még egy kicsit. Kihangsúlyozni. Hogy ide is kéne raknom ilyen... Alulra is pöttyöket. Hm? Tudom, hogy nem is tetszett, de megnézzük. Ez még talán így kiegészíti a képet, nem?
ide túl sok lenne. Fentre is. Fentre mondjuk. Hogy így. Értitek? Most már tényleg van az a török mondás, hogy most már tényleg a bokon ucsikárt jörröm. Tehát, hogy túlzásba viszem. De szerintem mindig ezek az utolsó or, mindig ezek az utolsó érintések azok, amik feldobnak egy sminket, szerintem. De csak szerintem. Szóval ez amúgy ilyen est hajnal hullócsillag. Nem tudom. Itt annyira üresnek érzem magam, de hogy oda már mi a fene francot rakjak, azt nem tudom. Úgyhogy szerintem ennyi. A villásmester. Most kiengedem a hajam. Gyerekek, amúgy, most nem akarok itt izé felvágni, vagy valami, de hogy who's this? Ki ez a nő? I don't know. Megmutatom nektek rendes fénybe is. Persze, hogy belenyúlok. Szóval... messziről amúgy rohadt vicces. De hogy... ki ez a nő? Ki ez te? Nem tudom, hogy mi vagyok. Tehát abban nem tudunk megegyezni. Fogalmam sincs. A hajam. Abban nem tudunk megegyezni. Nem tudom, hogy milyen lény vagyok. Hogyha ti tudjátok, akkor írjátok meg kommentben. De most nem azért, hogy nagyképűsködjek, meg mit tudom én mi, de ahhoz képest, hogy semmilyen, tehát nulla tudásom van, és úgy indultam neki, hogy fogalmam sincs, hogy mi leszek. Ahhoz képest not bad. Tehát, hogy így ezzel a sminkkel szerintem el lehet menni egy Halloween partira. Szerintem. Egyébként nyilván vannak hibák, tehát, hogy így a pigmentáció meg stb. De, hogy így azon kívül szerintem király. Úgyhogy én egyébként elégedett vagyok az eredménnyel. Nem tudom, hogy mit tudnék még mondani. Nekem tetszik. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok ebben az izgalmas videóban. Iratkozzatok fel, kedveljétek be ezt a videót, nyilván, hogyha tetszett, ha nem tetszett, akkor nincs mit tenni. És kommentben írjátok meg, légy szíves, hogy ti mire gondoltok, hogy mi ez, tehát mi vagyok én, egy Halloween bulin, minek öltöztem, mert hogy én sem tudom, tehát adjunk neki egy nevet, illetve írjátok meg kommentben, hogyha szeretnétek, hogy Ahmedet is kisminkeljem, ugyanis
Mondtam neki, hogy meg fogom tőletek kérdezni, és nem fog megmenekülni előlem, úgyhogy ki fogom sminkelni Halloweenra. Igazából ennyi. Úgy így milyen sárgák a fogaim? Jó, Istenem! De ez a smink, hallod? Nem tudok betelni vele. Ezt én csináltam. Na mindegy, majd megnézegetem magam. Puszillak titeket, legyetek nagyon jók, nagyon jó halloweeni bulit kívánok, aki nem ünnepli, azoknak nyilván nem. Én sem vagyok egy nagy halloween party, tehát ne értsetek félre, nyilván tudom, hogy Magyarországon ez halottak napja, ezt én tiszteletben is tartom. Viszont mivel mások a nézeteim, olyan szempontból, hogy nem csak azon az egy napon kell megemlékezni a halottainkról, ezért engem különösebben nem izgat a halottak napja. Bocsánat, elkentem. Na mindegy, hogy le is zárom ezt a videót. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok. Puszika, és sziasztok!